A háború több mint 19 hónapja alatt Ukrajna különböző régióiban már 820 egészségügyi intézményt sikerült teljesen vagy részben helyreállítani, a hírt az egészségügyi minisztérium sajtóközpontja tette közzé. A tájékoztatás szerint 410 intézményt teljesen, még további 410 et részlegesen tudtak felújítani. Ezek túlnyomó többsége a Mikolajévid Nipropetrovski, kijevi, Harkivi és Csernyi térségben találhatók. A szaktárca közleményében úgy fogalmazott, hogy az egészségügyi rendszert érő folyamatos támadások ellenére a kormány egyik kiemelt célja az egészségügyi infrastruktúra helyreállítása, hiszen nagyon fontos, hogy a háború ellenére is a betegek hozzáférjenek a számukra szükséges minőségi orvosi ellátáshoz. A közlemény emlékeztetett arra is, hogy a több mint másfél éve tartó háború ideje alatt az orosz agresszor 1439 egészségügyi intézményben okozott kárt, 190 Teljesen lerombolt.